Nagy Sándor és Nagy Balázs a következő vendégek. Jó reggelt, szervuszok! Már hogy 6. évadának második bemutatójára készül a Veresegy Színház. Meséljetek, mi lesz ez a darab? Rendező úr. Ez egy nagyon izgalmas vállalkozás volt, nekem pláne, mert alapvetően én színész vagyok, és ezt a rendezői státuszt, ezt tulajdonképpen most próbálgatom a Venyige Sándor igazgató hát tulajdonképpen hozzájárulásával, vagy kezdeményezésével. Tulajdonképpen a Pletykafészek című vígjátékot azt én rendeztem, amiben szintén játszom is. Ott annyi volt, hogy az egy ilyen rendezői beugrás volt a vége felé, és tulajdonképpen át kellett alakítanunk. Itt látható is a Black Comedy című darabból egy részlet. És ez a Black Comedy volt az első olyan, amikor a díszlettől a jelmezjen át Kovács Ivett Alida segítségével tulajdonképpen mindent én kellett, hogy kitaláljak, és remek a szereplőgárda, hogy ezt lehet is látni, Csonka András és Kerekes József éppen. Szolidan visszafogottan. Igen. Ő egy nagyon érdekes szomszédot játszik, ugye Balázs szomszédját játsza. És inkább Balázs a szolidabb és visszafogottabb, ahogy látom a képeken. Ami az érdekessége, ugye ez Péter Schaeffer írt ezt a darabot, és ez a 60-as években játszódik Londonban. Balázs egy szobrász művészt alakít ebben a darabban, aki hát nem éppen a pénzéről híres, és vendégségbe várnak egy milliómos műkincskereskedőt, illetve a mennyasszonyának az édesapját, akit Kerekes József alakít, mennyasszonyát pedig Csáki Edina, és hát ugye itt az a történetnek a lényege, hogy elmegy az áram egy adott ponton az előadásban, és ugye a Black Comedy, ugye ez a fekete humor kíséri végig ezt az egész előadást, és hát ebben a sötétségben, tehát amikor a nézőtéren, vagyis amikor a színpadon világos van, igazából akkor van sötét. És nagyon nagy kihívás volt nekem is, meg a színészeknek is az, hogy ezt a sötétesdit ezt végig játszani, úgy, hogy nem néznek egymás szemében, nem látják egymást, úgy nyúlnak a dolgokért, hogy nem látnak semmit, és akkor volt ilyen szembekötős próba is, hogy akkor milyen lehet az, amikor tényleg az ember nem lát semmit. Meg hát ugye, ami a mélysége a darabnak, hogy sötétben mindenki máshogy viselkedik, mint világosban. Tehát, hogy megenged magának olyan dolgokat is, amit világos. Szabadultabban, igen. Balázs, mesélj te is a figurádról, karakteredről. Hát a karakter az tulajdonképpen egy igazából mondhatnám, hogy a szélhámos, bár nagyon elég erős szó kifejezése erre. Egy srác, aki igazából nem tudja, hogy az életével. De rendkívül vicces egyébként. És ha már itt nézzük ezt a részt, igen, az a nagyon nehéz, hogy ugye mi azért igazából látjuk egymást, de azt játsszuk, hogy nem látjuk, és nagyon nehéz kibírni nevetés nélkül ott többek között. Igen, azért ez most lejön itt a képeken. De egyébként egy nagyon-nagyon jó darab, nagyon jó csinálni, nagyon jó a közönség, és hát hihetetlen jó munka volt. Most ezt itt látjuk ugye a képeket, de a nézők, a közönség apropó, hogyan láthatja majd, és milyen módon? Mert készültök a szezonra, de mire készültök? Közönség nélkül, ugye? Hát ugye az volt a nehéz, és egyébként Zorgel Enikő a szomszéd asszony, aki az előbb a Kerekes Bubival intim kapcsolatba került. Szóval, hogy ugye itt az a nehézség volt legelőször, hogy márciusban kezdődtek a próbák, és áprilisban terveztük 25-én a bemutatót, ami ugye a pandémia miatt nem jött létre, aztán elkezdtük augusztusban is. Tulajdonképpen bocsáss meg, hogy szabadlalok, mindig, amikor elkezdtük próbálni, akkor éppen bezárt az egész világ. Igen, és volt is egy ilyen vicces... Most legalább kellően kidolgozott, kiforrott produkció. Volt is egy ilyen vicces, hogy azt akarjuk, hogy megálljon a színház élet, kezdjük el próbálni a Black Comedy-t, és akkor minden megáll. És hát tulajdonképpen most sikerült ezt így abszolválni közönség nélkül, ami ugye azért nagyon nehéz, mert van ugye a próba folyamat, az egy másfél hónap mondjuk, és az utolsó héten, amit főpróba hétnek hívunk, jön be a néző, ilyen nyilvános főpróba, egy, kettő, három. A poénok, meg igen, meg ugye a néző átrendezi egy kicsit az egésznek a ritmusát, főleg egy vígjátéknál ugye nagyon fontos az, hogy hol kell szünetet tartani idézőjelben, hogy a néző nevetését ne beszéljen bele a szín, és stb. De közben meglegyen a ritmusa az előadásnak, mert egy jó vígjáték is olyan, mint egy zenekari mű, hogy muszáj, hogy takra történjenek a dolgok, és hát itt egyáltalán nem volt közönség. Szóval itt ugye itt az volt a nagyon nehéz, hogy egyből akkor tévéfelvétel, és akkor a stream, és akkor hogy fogjuk tudni ezt megvalósítani úgy, hogy közben a színészek élvezzék a dolgot, közben olyan legyen, mintha túl lennénk azon a fázison, hogy a nézők ezt megnézték. Tehát, hogy többszörösen hátrányos helyzetben voltunk, de én azt gondolom, hogy egy nagyon vicces, nagyon szórakoztató, és közben egy nagyon komoly mondani való. És most milyen módon láthatják végül is a nézők? Tehát egy fix időpontban,
kvázi élő előadásként lehet streamelni, vagy letölthető bármikor? Hogyan? Letölthető 15-től 31-ig. Tehát megcsináltátok, fel van véve, és bármikor le tudom játszani. Hol lehet letölteni, azt mondjátok el, hogy... A Színháznak van egy oldala, ugye? Igen. Ott van egy link, amin keresztül le lehet... tölteni 15-től. Nem, abszolút, igen. Igen. És hát ott az elején... Most hülyeséget kérdezek, hogy milyenek a visszajelzések, de mégis honnan tudjátok, hogy milyen lesz? Hát aki látta... Én például egyrészt jó lesz, Sanyi. Tudom, másrészt pedig a sopám, aki a legnagyobb kritikusom, ő azt mondta, hogy neki... Az egy kis száma, azért voltak ott, akik lesztek. Megmutattam ezt a felvételt, és édesapámnak például nagyon tetszett. Tehát január 15-től. Egy-egy mondat, még mind dolgoztok még ezen kívül, ebben a nem könnyű helyzetben. Milyen évre? Hát tulajdonképpen én most Győrben kezdem a Szerelmes Shakespeare január végén próbálni, meglátjuk, hogy tudjuk bemutatni, vagy abból is egy stream előadás lesz, illetve hát a Beresen például a Nők az idegösszeom lesz élén darabot fogjuk próbálni majd júniusban, de hogy lesz, mint lesz, azt nem tudjuk. Hát megyünk előre, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb. A túlélésére lesz a... Ez így van. Színes szakmaszállal. Nekem egyelőre január végén, 29-én és 31-én a Madách Színházban Rudolf Péterrel és Nagy Kálozó Eszterrel, Horgas Ádám rendezésében a Szomorú Vasárnapot fogjuk online élőben játszani ezen a két este, elvileg februárban is. Vannak terveim, vannak megkereséseim nekem is, amik csak azért nem beszélek még róla, mert nem tudni, hogy ez a pandémia meddig tart, és lesz rá lehetőség. És inkább nem kiabálom el, mint a Black Comedy-nél, hogy akkor kezdjük el, és aztán nem lesz semmi az egész. De hál' Istennek ez most létrejött, és nagyon bízunk benne, hogy a nézőknek is nagyon január 15-től mindenki letölteti. Nem is tudjuk, mit kívánjunk, sok sikert vagy kézlábtörést, az még változatlan érvényes. Most már mindegy, fel van véve. Köszönjük szépen. Köszönjük szép napot nektek is, és a nézőknek is örülünk, hogy velünk tartottak. Köszönjük az egész heti figyelmet. Sajnos vége a hétnek, úgyhogy most egy kis pihenés jön, de jövő héttől újra várjon a start. Legyen szép napot. Van, jön Robi és Emily. Viszontlátásra, kellemes hétvégét.